Jó estét kívánok! Nők százai, s talán akkor sem túlzok, ha azt mondom, ezrei osztották meg egymással az elmúlt hetekben, hogy bántalmazták már őket. Kinyílt egy szelep, és újra beszélni kezdtünk a párkapcsolati családon belüli erőszakról, bántalmazásokról. Sajnos egy tragikus haláleset, gyilkosság az, ami arra késztette az érintett nőket, hogy hangot adjanak történeteiknek, szakemberek teret és nagyobb figyelmet kapjanak. Nagyon sok sajtóorgánum foglalkozott ezzel a kérdéssel az elmúlt időszakban. Mindannyian tanuljuk, hogyan kell, hogyan érdemes a bántalmazásról beszélni. És azt is meg kell tanulnunk, hogy mi a teendőnk ilyen helyzetben. Erről lesz ma szó. Köszöntöm a stúdióban Simó Irmát, a Csíkszeredai Áradat Egyesület elnökét, pszichológust, illetve Sebestyén Erikát, szemorvost, mentálhigiénés szakembert, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársát, aki erőszak túlélő. Köszöntelek titeket a műsorban. Szeretettel. Hát bántalmazás, családon belüli erőszak, ismeri egyáltalán a közösségünk azt, hogy mit takar ez? Fordulok hozzád, Irma, hogy ezeket a szavakat folyton így kapjuk, beszélünk róla, de tulajdonképpen mit takar? Hát a bántalmazás kifejezést azt azért az elmúlt években gyakrabban használjuk, de valóban, tehát még a szakirodalom is, meg a szakemberek körében is azt tapasztaltam, hogy egyszerűen újra kell tanuljuk és megértsük, hogy mit is takar konkrétan, ki a bántalmazó, mi a bántalmazási vagy a bántalmazó kapcsolat dinamikája. Úgyhogy egy ilyen felfrissülést látok, különböző nézőpontban, perspektívából próbáljuk megragadni, megérteni, és természetesen ebben a témakörben nagyon fontos szerepet kapott az elmúlt években, rengeteg szakmai kör most már a megelőzéssel is foglalkozik. Ugye nagyon gyakran rögtön arra gondolnánk, hogy hát ha bántalmazás, akkor fizikai bántalmazás, de közben nem csak az. Hát egyértelmű, tehát hogy nagyon tág a témaköre, és tényleg a bántalmazás fogalomkörén túl, tehát a formáit illetően is nagyon, nagyon árnyalt, és nagyon sokféle formában tudjuk egymást bántalmazni. Nem beszélve arról, hogy saját magunkat is. Ugye az öngyilkosságot is, ugye mi ezzel foglalkozunk 17 éve, a saját magunk bántalmazása, és hát fedi ez konkrétan, hogy bántom magam, megölöm magam, az ugyanolyan bántalmazási forma. De a verbális bántalmazás, tehát szóban bántani egymást, ellehetetleníteni, megalázni, megszégyeníteni valakit, az ugyanúgy bántalmazás, az is bántalmazás, hogyha kirekeztek valakit, és az is bántalmazás, hogyha valóban, tehát az intimitás témakörét illetően, tehát olyan gesztusokat teszek, és nem csak a szexuális aktus, mint erőszak forma, hanem teljesen tágabb értelemben minden olyan gesztus, amit az illető fél, akifele ezt így tanúsítják, neki nem esik jól. És ezért a prevenciós programunkban nagyon sokat beszélünk a gyerekeknek erről, hogy hogy tudják magukat megvédeni, milyen gesztusokra mondjanak nemet. Ezen kívül beszélünk gazdasági bántalmazásról, beszélünk érzelmi bántalmazásról, ugye lelki terrorról, amikor úgymond senki hozzánk nem ér, és akár suttogva is őrületbe lehet kergetni embereket, tehát hogy nem kimondottan kapcsolódik a bántalmazáshoz akár a hangos beszéd. És hogy ezért nagyon, mint egy ilyen búvópatak próbál így elrejtőzni a különböző kapcsolati rendszerekben, és ezért tényleg itt az ideje, hogy leleplezzük, hiszen én azt látom, hogy mindenki bensőséges, jó párkapcsolatokra vágyik, családi kapcsolatokra, baráti kapcsolatokra, akár kollegiális kapcsolatokra, és hogy valahogy, ha nem tisztázzuk le, hogy mitől lesz egy kapcsolat bensőséges, mi segíti és mi gátolja, akkor maradunk ebben a bántalmazási dinamikában, és tényleg csak rombolás és sötétség és sebek, és halálesetek tömkelege fogja úgymond övezni ezt a fajta mentalitást. Tehát fontos, előbb-utóbb szembe kell néznünk nagyon komolyan mindenki egyénileg, mert hogy ez döbbenti meg egyébként a fiatalokat, a nőket is, hogy bárki lehet bántalmazó. Nyilván nem olyan szinten a spektrum, az nagyon nagy, de hogy biztosan mindenikünk bár tett egy olyan gesztus, vagy egy olyan mondatot, amit nagyon rosszul élt meg az illető, akinek ezt irányítottuk, és ezért nagyon fontos, hogy
tényleg önreflektíven, és magunkat így nagyon szigorúan, jó értelemben, szeretettel, de próbáljuk meg úgy megragadni, vajon én hogy működöm, vajon én néha voltam-e bántalmazó, vagy csak mindig más a bántalmazó, mindig más az agresszív, de én soha, mert hogy ez már megint sántít. Hát igen, ugye, de itt különbséget kell tenni, hogy akarva bántok, vagy akaratlanul. Tehát, hogy van itt azért egy pici különbség. Ja, hát nagyon nagy különbség van, meg hogy az egész spektrumot tényleg úgy kell nézni, hogy igazából vágyunk mély kapcsolatokra, ugye a családon belüli kapcsolatok is ilyenek, a baráti kapcsolatok, a szerelmi kapcsolat, a kollegialitásban, meg attól, hogy egymásra vagyunk utalva, bizonyos láncszemeket a kollégán végez el, amit nekem is fontos tiszteletbe tartanom, és emiatt vágyunk mély kapcsolatra, megsebezhetjük egymást, de nem mindegy, hogy patológiás ez a reakció. Vagy hogy konfliktusokat generálunk, vagy átlépem az illető határait, bocsánatot kérek, megbeszélem, ez teljesen más. Úgyhogy ez így a spektrum azért, ez nagyon így nagyon, széles. Nagyon, és a patológiás bántalmazó reakció azért nagyon messzire van attól, hogy konfliktusokat generálunk mi igényes kapcsolatokban, aminek teljesen helye van, csak azt, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, az megint egy más kérdés. Erika, már említettem a bemutatkozóban, amikor bemutattalak, hogy erőszak túlélő vagy. Neked a bántalmazás szóról mi jut eszedbe? Említetted, hogy nem is igazán szereted ezt a szót. Magadra nézve inkább az erőszak túlélőt szereted használni, de ha bántalmazás, akkor neked elsősorban mi jut eszedbe? És tudom, hogy valószínűleg nagyon nehéz erről beszélni, de amennyit meg szeretnél osztani velünk? Igen. Kapcsolódok egy picit az elhangzottakhoz, hogy ne így törésként jöjjön, amit mondok. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy folyamatról van szó, nem ilyen izolált megnyilvánulásokról, ami mögött van egy mentalitás. Igen, a bántalmazás megtörténhet ember közi kapcsolatainkban bármilyen szinten, de amikor nők elleni párkapcsolati erőszakról beszélünk, akkor emögött a bántalmazás mögött, amit így nevezünk, egy mentalitás húzódik, ami azt jelenti, hogy az a férfi jogosultnak érzi magát, hogyha az illető nő valamit nem úgy tesz, vagy gondol, vagy mond, ahogy ő szeretné, akkor ő emiatt bántalmazza. Ugyanakkor ott van az a kontroll, mert hogy egy kontrollról van szó, és hogy ennek az eszközei lehetnek a fizikai bántalmazás, az érzelmi, a szexuális, a gazdasági, a spirituális, mert hogy ez is van. Tehát, hogy ezek csak eszközök, és annyit még kapcsolódnék az elhangzottakhoz, hogy elhangzott, hogy akkor érzelmi, fizikai, és hogy nem... Tehát, hogy a folyamatban általában soha nem fizikai erőszakkal kezdődik, mert hogy lehetetlen valakit fizikailag megbántani, és az ember továbbra mellettem marad. Tehát először történik az érzelmi, leépítem az önértékelését, kialakul egy társfüggőség, és akkor már megengedhető, vagy igen, akkor már bevethető, ha nem elég az érzelmi, pszichológiai terror, ez is elhangzott, akkor bevethetők más eszközök, mint a fizikai, szexuális, vagy gazdasági. Igen, hát mit jelent a bántalmazás, így hogy kérdezted, számomra úgy élem meg, hogy amikor így visszagondolok, hálát adok, hogy meg tudom élni, mit jelent az szabadnak lenni, és hogy nem érezni ezt a folytogató mindennapoknak az érzését, igen, tehát hogy így tudnám így valahogy képileg, vagy amit úgy magamban egy ideig megfogalmaztam képileg, az, hogyha elképzelünk egy, nem tudom, egy gyurmát vagy agyagot, és akkor így erőteljesen azt kezdjük alakítani a saját akaratunk szerint, és akkor ezt tudom én így képileg elmondani, hogy mit jelent számomra ez a így nyomom jobbról, balról, úgy, ahogy én szeretném. Az első sajnos, ami
eszünkbe jut egy bántalmazásos eset kapcsán, és most így a általánosítok, és a nagy közösségre gondolok, az az előítéletek és az áldozathibáztatás. Tehát ha hallunk egy bántalmazó esetről, nagyon-nagyon gyakran ez jön elő, hogy de miért tette, miért maradt benne olyan hosszú ideig, vagy ugye az említett tragikus eset kapcsán is nagyon sok embertől hallottam, hogy ha tudta, hogy egy erőszakos férfiról van szó, akkor miért lépett vele kapcsolatba? Miért lett az ő partnere? Na és ez az áldozathibáztatás az, amit a legkevésbé szeretnek hallani azok a nők, akik hasonló helyzetben voltak. És szeretném, hogyha erről beszélnénk, és most lesznek olyan kérdéseim, amik lehet, hogy nem a sajátjaim, de ezek azok, amiket hallok, és amikről érdemes beszélni. Hogy miért például? Miért marad benne egy nő egy bántalmazó kapcsolatban? És hát itt nagyon sok választ van. Mit mondasz te, Erika, hogy mik ezek a pontok? Igen. Valamilyen szinten szeretnék arra is kitérni, hogy nagyon természetesek és jogosak ezek a kérdések, emberileg tekintve, mert szembesülve egy ilyen döbbenetes tragédiával, az embernek szüksége van arra, hogy megőrizze önmagában azt a hitet, hogy ez a világ egy jó világ, és hogy a jó dolgok a jó emberekkel történnek, rossz dolgok csak a rossz emberekkel történnek. Tehát, hogy ebből adódóan jön ez a kérdés, hogy akkor, hogyha én nem teszek valamit, akkor ez velem nem történhet meg, vagy a családom bármelyik tagjával. Tehát, hogy nagyon érthető, hogy az embernek szüksége van feltenni ezeket a fajta miérteket. Igen. És hogy érdekes, hogy itt bejött ez a kérdés is, hogy eleve, tehát hogy ez miért, még komplexebb, hogy eleve miért lép valaki kapcsolatra egy ilyen személlyel, akiről tudjuk, hogy van egy ilyen előtörténete. Próbálom valahogy összeszedni a gondolatokat, mert hogy ismerem, tapasztaltam, mennyire nehéz valakinek felfogni ezt az abszurdnak tűnő döntéseket, úgyhogy nem éltem ezt át. Igen, nem tudok arra reagálni, hogy akkor az említett esetben Bea éppen miért. Van nekem erre elképzelésem, közrejátszódott sok minden szerintem ebben. Arról tudok beszélni, hogy én például mit éltem meg küzdelemként a kilépésre vonatkozóan, vagy a szakirodalom milyen tényezőket ismer arra nézve, hogy mi nehezíti meg ezeknek a nőknek a kilépését. Ezek olyan történetek, ahol legalábbis a nő részéről a szeretet az ott van, tehát hogy szereted azt a férfit. És akkor emiatt hozod meg mégis ezt a döntést, hogy te lemaradsz? A folyamatban, tehát hogy az érzelmi bántalmazás és ezek a nagyon finom jelek, amik jelentkeznek egy ilyen párkapcsolatban elég hamar, nehéz észrevenni, hogyha nincs erről tudomásod, tehát hogy ezért fontos érzékenyíteni a társadalmat erre nézve, és akkor amikor már eljutunk oda, hogy akkor fizikailag bántalva, vagy szexuálisan, és akkor az már egy nagy vészjel a nő számára is, akkor azért nehéz egyfelől, mert hogy említettem, hogy kialakul ez a társfüggőség olyan szinten, hogy tehetetlenség érzés, teljes tehetetlenség érzés, hogy én nélküle nem fogok boldogulni. Tehát az önértékelésem már nagyon romokban hever, amikor látom, hogy ez itt nem jó, ami történik. Ott van a szégyenérzet, ami hatalmas volt számomra is, a szégyenérzet. Akkor ott van az, hogy nagyon elszigeteli kapcsolati szinten a nőt ez a férfi, tehát már nincs, nem mersz senkihez szólni. Ezek voltak így. És az a remény, hogy akkor mégiscsak megváltozik, ez bennem talán ez volt a legerőteljesebb, így ahogy próbálom elemezni a történetet, hogy én nagyon azt reméltem, hogy imádkozom, és meg fog változni, és én ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert hogy számomra nagyon fontos a hit,
de hogy itt szeretném ezt mondani, hogy ilyen esetekben az ima nem segít. Az ima olyan szinten segít, hogy megerősít engem, és bölcsességet ad arra, hogy felismerjem, hogy ez nem egy olyan kapcsolat, amiben maradnom kell, hogy nem fogja megváltoztatni, megoldani a helyzetet az imádkozás, az ima. Mikor megjelennek a gyerekek, akkor ez egy megint egy másik nehéz dolog, hogy akkor a gyerekeknek, hogy jobb apa nélkül apával lenni, ez a nőknek nagy harca van ezen a téren, és az is előfordul sokszor, hogy a nők amiatt térnek vissza, mert hogy egy ilyen történetben nagyon gyakori az, hogy akkor a gyerekek nem csak közvetetten érintettek ebben az erőszak történetben, hanem őket is éri bántalmazás, erőszak az apa részéről a gyerekek fele, és akkor egy kicsit kontrolláltabb a helyzet, hogyha visszatérek a férjem mellé, mert hogy ott vannak a gyerekek, egy kicsit tudom, mi történik, így, hogyha a gyerek akkor lesz az apjánál, amikor én nem vagyok jelen, tehát hogy ilyen szempontból is lehet ez egy akadály, hogy akkor megszakítani a kapcsolatot, és a félelem, hát azt nem kellene elhallgatni, mert hogy nagyon sokszor a nők amiatt is félnek, mert már nagyon, tehát hogy többször megfélemlítette őket a férfi, hogyha tőlem elmersz válni, vagy szakítani, akkor végzek veled. Tehát, hogy ilyen szinten, igen, ezek jutnak így most eszemben, de hogy amit én tapasztaltam, hogy tehát, hogy nagyon-nagyon elképzelhetetlenül erős ez a kontroll, meg hogy milyen szinten kötöz magához ez a férfi, és annyira leépít, hogy minél többet maradsz egy ilyen kapcsolatban, annál lehetetlenebbnek tűnik számodra, hogy ebből valahogy kiléphetsz. Uh-huh. Szakértői szemmel te hogy látod ezt, Irma, hogy mi bújik meg emögött? Számomra így a praxisom kapcsán, ugye én klinikai pszichológus vagyok, és mentálhigiénész szakember, és ezért elég sok női csoporttal foglalkoztunk az elmúlt 12 év alatt. Nőkkel találkozom, fogadom őket terápiában, a lány és asszony találkozókat szervezünk, úgyhogy nagyon sok nővel találkozom, és kibújnak ezek a történetek az ilyen megosztások alatt. És amit én egyértelműen meg tudok fogalmazni, hogy nem úgy kell elképzelni a bántalmazót, hogy akkor ő egy ilyen nagyon gonosz ember, hogyha ránézünk. Tehát, hogy mindig ezt tartja életben, tehát én ezt látom, hogy ott van az a 30-40%, hogy nagyon kedves arca ennek az embernek, vagy azért, mert nagyon szellemes, vagy hogy jóképű, kedves, vannak nagyon jó pillanatai, tényleg figyel a feleségére, de látom, hogy akkor Erika egy kicsit így jóvá hagyod, úgyhogy örülök neki. Hogy ez, én tényleg így a sok történet kapcsán szedtem össze ezeket az információkat, és a gyerekekhez is néha nagyon jó fej, vagy játékos, vagy aranyos, és hogy ez a megtévesztő, hogy tényleg őszintén gondolja, amikor bocsánatot kér akár egy ilyen verbális vagy lelki terror helyzet után, vagy akár fizikai bántalmazás után bocsánatot kér, tényleg hihetőnek tűnik, tényleg sír, nagyon gyakran a bántalmazó, látszik, hogy ő átmegy egy ilyen mély vívódáson, ő is, az is lehet, hogy még ő is fél saját magától, tehát hogy ezt látom, és akkor ez tartja életben, mert hogy a kapcsolatot, hogy hihetőnek tűnik ez a, vagy nem is az, hogy hihetőnek tűnik, valósnak érzékelhető egy ilyen hiteles kapcsolódás abban a szeretett kapcsolatban, hogyha mondhatom így, hogy a többi a része, mondjuk a 70%-ban van ez a nagyon kettős arca az illetőnek, hogy akkor olyankor jön elő a bántalmazó arca, amikor tényleg nagyon váratlanul, kiszámíthatatlan, nem lehet pontosan tudni, hogy mi kapcsán, hogy a te a
vagy a pohár nincs helyre téve, vagy hogy a gyerekek nem tanultak állítólag eleget, vagy, tehát hogy mindig van valami, tehát hogy egy, és akkor ez a rettegés, ez valójában tényleg, ahogy mondta Erika is, folytonosan ott van, de akkor, amikor hazajön, és most jó kedve van, akkor mindig feloldódik ez a szorongás, és akkor jaj, mégiscsak jó, hogy apuka hazajött, és vagy akár a párkapcsolati szinten, ahol nincsenek még gyerekek, hogy szerintem ez élteti, ez a kettős, ilyen két arcúságnak is nevezzük ezt a szakmában, és hogy ez az erőszakkört, ezt nagyon gyakran így próbáljuk hangsúlyozni, hogy a mézes hetek után, ugye mindig a bocsánat kérések után jönnek ezek a mézes hetek, aztán már később csak napok, aztán csak később órák, úgyhogy ez így időben 10-15 év alatt csökken ez a bántalmazó kör, hogy egyre rövidebb a mézes hetek időszaka, egyre kevesebb meghitt pillanat van. És amit még itt talán kihangsúlyoznék, hogy valóban ez a legyengítés, ez nagyon erős, amire tehát nagyon-nagyon el lehetetleni az életüket, nem látják a kiutat, és hogy valahogy ezt az egyenrangú kapcsolódást valahogy nem találták meg még azok a nők kifele akár, hogy most értem ez alatt, hogy eleve a dominancia, a kontroll miatt egy ilyen aláfölé rendelődő dinamika zajlik egy ilyen párkapcsolatban, és hogy akkor gyűjteni be az erőt egy nő, és akkor gyűjti be, hogyha elkezd olyan helyekre járni, olyan embereket találkozni, ahol ő tisztelettel kezelik, szemébe néznek, egyenrangúan, megvan a létjogosultsága az érzéseinek, félhet, örülhet, és akkor ez a légkörbe, úgymond ebben egy ilyen körökben gyűjtik be azt az erőt, hogy akkor egy idő után tudnak csomagolni, és el tudnak menni. Mi a véleményetek az áldozathibáztatásról? Ti hogy látjátok? Hát a projekció, meg hogy mindig valaki más a hibás, az mindig egy védekezési mechanizmus, hogy akkor egy nagyon feszült, nehéz helyzetet, ha ugye látunk a médiában, sajnos nem film, nem science fiction, hanem a valóság, és akkor próbálunk úgymond bűnbakot keresni, ez egyébként működik, ez közösségi szinten is, egyéni szinten, hogy mindig valakire kivetítjük a saját feszültségeinket. Igen, csak miért pont ebben az ilyen helyzetekben, miért pont a nőre? Ez a nagy kérdés. Igen, hát ez így nagyon, de hogy ez már, ez szerintem szinte ilyen kollektív tudattalan szintje a dolgoknak, hogy rengeteget fejlődött a női, jó értelemben egyenjogúság, és a női méltóságnak a tiszteletben tartása, tehát ezelőtt 100-200 évvel azért nem ez volt, meg most is sajnos vannak olyan kultúrák, hogy ez így nagyon kérdés, de hogy mégis ott van valahol nagyon mélyen, hogy folyamatosan helyre kell tenni ezeket a női méltóságnak a kérdéskörét, a határok kijelölését, hogy nem kiabálnak az utcán egy nőre, de egy férfire se igazából. Tehát oda-vissza nagyon szeretném, hogy ezt úgy hangsúlyozzuk, hogy közben fontosnak tartom azt, hogy ismerve olyan nőket is, akik ugyanúgy leuralják a férjüket, és ugyanúgy a végtelenséggel lehetetlik az életüket, és hogy valójában ez a, hogy abból gyűjtöm az erőt, hogy a másik meg fél, és igazából egy kicsit ez a vámpír effektus, hogy abból gyűjtöm az erőmet, hogy akkor ott ül valaki szorongatva és félelemmel teli arccal, hogy ez tényleg azt gondolom, hogy így a nőkre vetítve, tehát hogy mindig valahogy ez a hibáztató dinamika, az mindig a gyengébb fél, az érzékenyebb, a törékenyebb, a revetül általában. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon ilyen hamis dolog, hogyha valaki így annyira el tudja játszani, hogy ő az erős, és ez a hatalomnak a dinamikája egyébként, ez működik az iskolákban is, hogyha a líder mondjuk bántalmazó, és ő jól képviseli magát, akkor a gyerekek amiatt, hogy félnek tőle, fölzárkoznak az ő csapatában, és akkor úgy bántalmazzák a többi gyereket, akár kirekesztéssel, akár más módon, és hogy azért van ez, hogy akkor, hogy a gyengébbet, és ebben az esetben a nőket így mindig, akkor az a legkönnyebb, hogy akkor hibáztatjuk az, aki a kis elesett, nem tudja megvédeni magát. De azt, hogy nem tanítottuk meg, hogy védje meg magát, az egy másik kérdés. Erika, te az áldozathibáztatásról hogyan vélekedsz? Hát valamilyen szinten erre utaltam, hogy akkor miért gondoljuk, miért nyugtat meg bennünket az,
hogyha azt mondjuk, hogy akkor ezt a nő valamivel kiváltotta olyan szinten, hogy akkor nem történhet meg rossz dolog velünk, ha mi ahhoz nem járulunk hozzá. Tehát, hogy ezt megőrizi ezt a biztonságot, hogy ebben a világban azért lehet biztonságban élni. Tehát, ha én nem teszek valamit, hogy kiváltsam, akkor ilyen nem történhet meg. Igen, én nem, tehát, hogy ezt hogy lehet elkerülni, hát úgy, hogy egyre közelebb hozzuk a beszélgetéseinkben minden szinten azt, hogy hogyan jöhet létre egy ilyen dolog, mert hogy az a baj, azt látom, hogy csak ezeket látjuk, ezeket a kiemelkedő vészjeleket egy-egy ilyen történetben, és emiatt nehéz megérteni, hogy maradhat egy nő egy ilyen kapcsolatban, miért lép be, ha nem értjük ennek a, hát hogy ezt így mondjuk, hogy a dinamikáját, de hogy ez úgy kezdődik, hogy ez egy nagyon szép szerelmi kapcsolat, amikor elképzelhetetlen, hogy ilyen történik velem. De hogy ez egy annyira tudatosan felépített folyamat, hogy a nő képtelen ezeket észrevenni, hogyha erre szeretném a hangsúlyt felhívni, hogy amikor elindul egy párkapcsolat, tudatosan őrizzük meg a kapcsolatainkat, a külvilággal, a barátainkal, mert hogy ez egy taktika, hogy akkor elszigeteljük, mert akkor így tudom őt magam mellett tartani, ha elszakítom a külvilágtól. Részéről. Igen, igen. De hogy tudatosan, amikor elkezdek valakivel ismerkedni, ne tudatosan figyeljek erre, hogy akkor ne vonuljak vissza, csak vele töltök időt, már nem töltök időt a barátaimmal, nem kommunikálok arról, hogy hogyan alakul a kapcsolat. Tehát, hogy én erre a tudatosságra szeretném az embereket érzékenyíteni, és hogy bármi, mert hogy én úgy gondolom, hogyha megvan egy ilyen támogató közeg, vagy egy ilyen biztonságos személy, akihez szólhatunk, vagy igen, fordulhatunk, akkor az a csodálatos, amit én így visszatekintve tapasztalok, hogy bármennyire manipulál egy ilyen férfi, bármennyire kigondoltal van az egész úgy, hogy a nő észre se vegye, hogy közben mi történik, Isten úgy alkotott meg, hogy annak ellenére, hogy lehetnek például gyermekkori tapasztalatok, vagy hatások során olyan élmények bennünk, ami minket veszélyeztetetté tesz arra, hogy egy ilyen kapcsolatban tovább maradjunk, ott van sejti szinten az a kiáltás, hogy ez nem jó. Tehát, hogy ezt akarom, valamilyen szinten érzi az a nő, hogy ami történik, ez nincs rendjén, akkor se, ha nem tudja megfogalmazni, mi az, de hogy ott van benned az a hang, hogy ez nem, mi ez? Ez egy olyan zavarodottság, hogy ez nem fér össze a szeretettel, mégis azt mondja, hogy mennyire szeret, és mi ez? És hogyha én ezeket a kicsi vészjeleket, amikor jelentkeznek, nem tudom megbeszélni valakivel, akkor nagy veszélyben vagyok, mert akkor tovább maradok, és akkor egyre inkább csak azt hallom, amit ő mond, elkezdem hinni, amit ő mond, hogy igen, ez azért van, mert így viselkedtem, ezt megérdemlem, velem van a baj. Te mikor érezted meg ezt legelőször? Hogy ez baj probléma, van? Hogy ez baj, igen. És kihez tudtál fordulni? Hát nem mondhatom azt, hogy ezek tehát, hogy amikor verbális, vagy ilyen erőszak történt, hogy az jól érintett, de amikor éreztem, hogy baj van, hát érdekes, hogy az a fizikai, így most visszatekintve, a fizikai erőszaknál jelentkezett. Nem érzékeltem ezeket a nagyobb, a nagyon finom kontrollt, hogy akkor most mit vesz fel, kivel beszélsz a barátaid, akikkel tartod a kapcsolatot. De utólag már látod, hogy ez igen, a családod milyen, tehát hogy ez így mindenkit így leépít körülötted, hogy viselkedsz, hogy nyilvánulsz meg. Tehát ezeket így utólag látom, hogy hol indult el a dolog.
De a legnagyobb vészhel mégis érdekes, hogy, az, amikor fizikailag fájt, és a félelem, amikor megijedtem, hogy mi ez fáj, az talán. Ugye a nagy kérdés az is, hogy miért nem lépnek a nők? Miért maradnak benne? Miért nem tudnak segítséget kérni? Ez miért van? Hát beszéltünk már egy picit erről, de hogy vagy mi kellene ahhoz, akár áttérhetünk egy picit arra is, hogy hogyha a nő egyedül nem tud, de mi esetleg látjuk külső szemmel, akkor ebben hogyan tudunk segíteni, vagy mik azok a jelek, amiket akár a bántalmazott személy a kapcsolatban észrevehet, vagy mi külső szemmel akár megláthatunk, és akkor, hogy ebből valahogy szakadjanak ki az érintettek. Igen, ez így nagyon komplex kérdések ezek valóban. Tehát ízlelgetni tudjuk, vagy egy picit szétszálazni. Az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy annyira társadalmilag az elfogadott, és az a jó, hogyha emberek kapcsolatban vannak és házasságban, hogy sokszor olyan dolgokat is elviselnek, olyan állapotokat, ami ő is tudja, hogy ez már nem megengedett, meg hogy méltóságán aluli, de hogy utána az a rengeteg elutasítás, megítélés és megszégyenülés, az még elviselhetetlenebb. Tehát a kirekesztettség a társadalom által úgymond megbélyegezve lenni még ennél is borzasztóbb. És hogy kicsit ez az áldozathibáztatással összekapcsolódik, hogy így működünk, ilyen tele, ilyen címkékkel, előítéletekkel, ilyen, mert hogy sokkal egyszerűbb, mint gondolkodni, időt szakítani arra, meghallgatni a másik embernek a történetét, megkérdezni egy pár dolgot tőle, hogy mi zajlik vele, időt szakítani rá, ugye most nagyon rohanunk, alig van időnk egymásra, és emiatt marad ez, hogy ilyen klisékben gondolkodunk, és egyszerűbb azt mondani, hogy miért maradt ott, ő a hibás, és akkor és más témákban is ez a nagyon ilyen előítéletes gondolkodás működik, az pont az önreflexió hiánya. Az, hogy én hogyha érzem a saját testemet, tudom, hogy úgy körülbelül eddig tartok, a bőröm az nem véletlenül a külső határom, így kapcsolódok az emberekhez. Ha érzem, hogy mi az, ami diszkomfortérzést jelez, mi az, amit nem tudok elfogadni, mi az, amit el tudok fogadni, ugye ez egy érzelmi lelki kultúra, a testkultúrát feltételez, hogy anélkül, hogy valaki mondaná, hogy jogom van ezekhez az érzésekhez, jogom van ahhoz, hogy bizonyos érzések, gesztusok nem esnek jól, tehát már kisgyerekként is, hogy megengedjük-e nekik, hogy kikérjék maguknak azt, hogy nem még a spenótot szoktam mindig mondani, mert nem tudok valamiért más jobbat, mindig már a gyerekek is kacagják, hogy az órán mikor mondom, hogy még az is erőszakos tud lenni, hogyha lenyomom a torkán a spenótot, és hogyha egy gyereket úgy nevelnek, hogy soha nem mondhatott nemet, akkor ő a bántalmazóra nem fog tudni nemet mondani. Tehát mi már akkor el kell kezdjük érzékenyíteni arra, hogy neki joga van a kis nemekhez, például a spenótra, vagy bármi másra, akkor, hogyha ezt így érzi, hogy van létjogosultsága, akkor ő később akár ilyen idegenekkel szemben, vagy akár egy párkapcsolatban is, akkor ki tudja kérni magának azt, hogy most ezt úgy nem szeretném, erre nekem időre van szükségem, ugye azért beszélünk ilyen randi erőszakról is így a tiniknek, hogy így nagyon figyeljenek ezekre oda, hogy joguk van ahhoz a ritmushoz, amit érzelmileg ők most meg tudnak élni, lépni. Uh-huh. És hogy nem akarnak előre szaladni a testi kommunikációval, érzelmi kommunikációval. A gyerekeknek a nevelésére utalva, tehát hogy azt látom, hogy ez az érzelmi lelki kultúra, testkultúrának az érzékenyítése, arra való nevelés, ugye már gyerekkorban el kell kezdődjön, és később a nők iskolája, a nőegyletek, nőszövetségek, különböző klubok, önismereti körök, tehát ilyen csodálatos lehetőségek arra, hogy a nők egyre inkább meg tudják fogalmazni azt, hogy mi zajlik velük, mi az, ami kényelmes, miket élnek meg, milyen érzelmi skálán mozognak otthon a kapcsolataikban, és akkor azt majd egy idő után meg is tudják ezt úgymond tanulni, azt, hogy hogyan tudjuk ezt jól képviselni, tehát hogy akár a konfliktusok esetén a házasságban, hogy ilyen asszertíven, önérvényesítően kommunikálni, hogy mi azt jelenti, hogy magamat is képviselem, a másikat se döngölöm bele a sárba, mert általában olyankor jön a támadás,
de visszajelzem azt, hogy egy-két gesztusával, viselkedésével, mondataival mit vált ki bennem. És hogy ezt következetesen, folyamatosan muszáj képviselni magunkat, mert egyébként, amint van egy kis rés, akkor megint jön vissza a régi dinamika. Tehát, hogy az egyik legfontosabb kérdéskör így a nők eszköztárát, hogyha egy kicsit így elkezdjük izlegetni, és kezükbe adjuk a nőknek a lehetőségeket, az, hogy elkezdik a határaikat kijelölni. És hogy ezt így úgy tudják megtenni, nem csak így, hogy esetleg mutatják, hogy meddig, és tovább nem, hanem úgy is, hogy kikérik maguknak, és ezt olyan módon, ez nagyon fontos, hogy nagyon kulturáltan, de nagyon határozottan a nemeket kimondani, az érzelmeket fölvállalni, és minden bántalmazásra, legyen az verbális, vagy nonverbális, tehát, hogy tényleg akár azt is lehet, hogy akkor ott hagyni abban a helyiségben, kijönni onnan, hogyha nem tudom megvédeni magam. Én vagy azt mondani, hogy de olyan is van nyilván, hogy nem tudnak sajnos kijönni, tehát, hogy én ezekre az esetekre is sajnos gondolva nem ezekre gondoltam, de hogy amikor egy van egy kis rés, akkor még lehessen elmenni. Igen, hát ugye a társadalmi felelősségvállalás, vagy az, hogy mi mit tehetünk ez ellen, talán onnan kellene kezdődjön, és ebben ti valamilyen szinten előjárók vagytok, hogy gyerekeknek beszélni erről, diákoknak, és előzetes beszélgetésünkben említetted nekem, hogy volt is egy ilyen projektetek, amikor 5-8-as meg 9-12-es diákoknak tartottatok előadás sorozatot az Élet erőszakos oldala címmel, és több ezer gyerekhez eljutottatok, és hát azt hiszem, említetted azt is, hogy jó lenne ezt újrakezdeni, és újra elindítani, mert valóban, hogyha már a gyerekek minél többet hallanak az erőszakról, a bántalmazásokról, akkor legalább van valami fogalmuk, hogy honnan kell kezdeni, mik azok a határok, mi az, amit elfogadhatok, mi az, aminek nemet mondok. Erika, kérdeztem ugye az előbb, és picit válaszoltál rá, de még egyszer rá kérdeznék, hogy te hogy látod, te, aki megélted, hogy egy ilyen helyzetben a segítségkérés, vagy kimozdulni onnan egy ilyen helyzetből, az mennyire nehéz, és mit tudnak tenni egy ilyen helyzetben az áldozatok? Igen, hát itt egy közösségszintű, társadalomszintű problémáról beszélünk, és ezért a megoldás nem történhet egyéni szinten, tehát hogy itt érintettük, hogy a társadalomnak a bevonás ebbe a megközelítésbe. Igen, de például, ha neked szólt volna valaki. Igen, akkor, ezt akarom valahogy, igen. Akkor de, léptél volna? Igen, a kérdés. Igen, erre van a... Igen. Nehéz. Tehát, amikor ez kiderül, hogy akkor most már elől tudnak, például az én esetemben, hogy akkor egy olyan fizikai erőszak történt, ami annyira megfélemlített, hogy akkor már kellett segítséget hívni. Így visszatekintve azt látom, hogy akkor a krízis helyzet adottságából a zavarodottság, hogy az ember nem tud racionálisan gondolkodni. Igen, nekem mondta például édesapám azt, hogy nem fog egy ilyen férfi megváltozni, hogy ismer ilyen történetet a falujában, de nem. Én hittem abban, hogy amit ő mond és ígér, az úgy van. Hittem abban, hogy imádkozom és megváltozik. Hittem abban, hogy lesz erőm, hogyha még egyszer megtörténik, akkor kilépek a házasságból. És hogy ez benne a döbbenetes, hogy ha nem ismerjük, hogy miről is van szó, akkor bekerültem ebbe a csapdába, hogy azt gondoltam, hogy ki tudok lépni a házasságból, miközben nem tudtam kilépni a kapcsolatból. De aztán csak sikerült. Igen, azt akartam itt mondani még, hogy miért fontos a közösségnek a szerepe, mert hogy történt a közösség fele úgy, hogy akkor el kellett menni a kórházba, és meglepett, hogy nem jelent meg. Az orvos részéről olyan természetes volt, amikor az,
az nyilvánvaló volt, hogy itt egy párkapcsolati erőszak folytán történt ez a sérülés, és hogy olyan természetesen kezelte, semmi kérdés, semmi. Uh-huh. Úgy, hogy én ott dolgoztam rezidensként, tehát hogy ez sokkolt engem, hogyha a társadalom ezt így kezeli, akkor velem van a baj, hogy én nem fogadok el egy ilyen történést a párkapcsolatban. Ugyanakkor az egyik orvosnőnek elmondtam, és azt mondta, hogy hát igen, történnek ilyenek, ez ott a második sok. És akkor te ott vagy ebben a zavarodott helyzetben, hogy te érzed, hogy nem jó, de neked az az üzenet érkezik kívülről. Persze, hogy édesapám mondta, de hogy a közösségnek nagyobb az ereje, mint egy-egy embernek a véleménye. Tehát, hogy én a közösség, a társadalom részéről azt hallottam, hogy ez elfogadható, ez természetes, ez megtörténik. Úgyhogy igen, ez volt. És hogy sikerült végül kilépni neked? Igen, a legnagyobb akadály az én kilépésemben az volt, hogy én nem akartam elválni. Tehát, hogy én nagyon szeretem Istent, és hogy nekem nagyon fontos volt a házasságnak a szentsége. A házasság szentsége. És az a tévhit élt bennem, ami nagyon sok keresztény nőben él, és szakirodalom ezt tudja, hogy keresztény nőknek sokkal, tehát hogy sokkal hosszabb ideig maradnak egy ilyen kapcsolatban, sokkal nehezebb kilépni, épp amiatt, hogy a hit, ami megtartó erő lehet, az egy ilyen helyzetben, ha tévhiteink vannak, akkor az ott fogva tarthat több ideig, tehát hogy az, hogy én nem válhatok el, mert ez Istennek bűn. Én ezzel egyedül harcoltam 9 éven át, mert hogy nem beszélünk, hiába jártam templomba, hiába fordultam meg keresztény közösségben, erről nem beszélünk, és nem találtam fogodzott, hogy mit akar Isten egy ilyen helyzetben. Na, és hát amikor, szerintem ez az isteni kegyelem, hogy amikor már tényleg elviselhetővé vált, úgy már éreztem, hogy én teljesen emberileg megsemmisülök, tehát olyan szinten történik ez a bántalmazás, hogy az alap ösztöneidet is megkérdőjelezi, tehát hogy ez a crazy making, tehát hogy azt akarja elhitetni, hogy te nem vagy normális, a helyzeteket uh-huh. nem reálisan éled meg, nem a helyzetnek megfelelően reagálsz. Tehát amikor már tényleg éreztem, hogy ez, és meg is fogalmaztam, hogy ha én megsemmisülnék, akkor minden rendben lenne a kapcsolatunkban, ha én nem léteznék. És akkor nekem ez volt az erőteljes üzenet, amikor így betört egy nap az, hogy hát Jézus azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és akkor nekem nagyon hangsúlyossá vált az, hogy mint magadat, tehát hogy szeresd előbb magadat, és hogy nem szeretem magamat, hogyha egy ilyen kapcsolatban tovább maradok. De hogy nagyon nehéz volt az út ettől a döntéstől a konkrét lépésig, épp amiatt, hogy a társfüggőség, tehát hogy a bántalmazó, tehát ez egy társfüggőség kétirányú, mind a kettő függ a másiktól érzelmileg, és hogy nem akar kiszállni egy ilyen kapcsolatból, tehát én azt éltem meg, hogy tehát hogy nagyon nehéz volt őt rávennem, mi közjegyzőnél váltunk el, mert hogy ez volt számomra a legegyszerűbb, hogy akkor legyen vége, minden azt akarja, legyen vége az erőszaknak, nem a kapcsolatnak, de hogy nem lehet másképp vége az erőszaknak, hanem valahogy nem szállunk ki a kapcsolatból. És hogy nagyon nehéz volt őt meggyőzni, hogy akkor most tényleg vége legyen. Na de igen, ahogy említetted, erőszak túlélő vagy, és hát számomra az is csodálatos, hogy te erről tudsz beszélni, sőt, el is végeztél egy mentálhigiénés képzést, és hát egy kicsit ilyen hivatásodnak vagy feladatodnak tartod azt, hogy erről beszélni kell, és köszönöm szépen, hogy erről ennyire nyíltan és őszintén beszéltél. Lassan a műsoridőnk vége fele tartunk, és hát még számtalan kérdésem lenne, viszont azt szeretném tőletek, hogy a végére talán fogalmazzunk meg pár gondolatot, üzenetet, nem tudom, amit még nagyon-nagyon fontosnak találtok, de nem esett szó még a beszélgetés kapcsán.
hogy mit tudnánk üzenni azoknak a nőknek esetleg, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, vagy akár mit gondoltok a társadalmi felelősségvállalásról, amiről kevesebbet beszéltünk, tehát hogy amit esetleg fontosabbnak találtok ezzel kapcsolatban még elmondani, én nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az üzenet. Írma. Hát valahogy én most így a társadalmi felelősségvállaláshoz jobban fel tudok zárkozni a végére, hogy azt szeretném, hogy az úgy elhangozzon, hogy a szemtanúknak a szerepe az a gond, hogy akár a gyerekeknél, akár a felnőtteknél, tehát hogy növelik, minél többen vannak jelen, növelik az erejét a bántalmazónak. Uh-huh. És hogy egyszerűen tényleg meg kell tanuljunk megszólalni. Olyan helyzetekben, vagy akár segítséget kérni, hogyha nem vagyunk mi sem biztonságban, akár legyen valaki gyerek, vagy fiatal, gyorsan egy megbízható felnőttet úgymond bekapcsolni, vagy megkeresni, mert hogy ilyen módon felelősek vagyunk, tehát hogy szolidárisak kell legyünk az emberekkel szemben, a társainkkal szemben, hogy igenis néha ezen múlik, hogy én megszólalok mondjuk egy közösségben, ahol ilyen verbális, vagy bántalmazásval elkiterúr zajlik, akár munkahely legyen, vagy akár más kör, és ez mindenkinek a felelőssége. És mi is megsebződünk szemtanúként, hogyha ott csendesen asszisztálunk egy ilyen helyzetnél, utána hazamegyünk, és mi is el kell számoljunk a saját lelkismeretünkkel, hogy annyit tehettem volna bár, hogy valakitől segítséget kérek, vagy utána járok, hogy valóban, akár vegyük azt, hogy a barátnő, nő egy ilyen bántalmazó házasságban van. Hozzám hoztak úgy nőt, hogy a barátnő hozta el. Én nagyon szeretem az ilyen barátnőket, nagyon kedvesek, beültetik az autóba, felhozzák, utána már el tudtuk indítani a jogi oldalát is, a családon belüli szakosztállyal föl tudtuk venni a kapcsolatot. Tehát ugye ez ilyen több tényezős, amikor már egy nőn tényleg segítünk, de nagyon az ügyes talpra esett barátnők rengeteget tudnak tenni. Ezt szeretném kiemelni, és még talán egy gondolat, hogy a prevenciós programunknak is azért volt az élet erőszakos oldala, az erőt így nagybetűvel írtuk a programunkban, és hogy tényleg így Erdély szerte, tehát így 20-valahány szakemberünk van, úgy Arattól egész Szatmárig és Székelyföldön is. Mindenfele az iskolákban 3 éven keresztül, 2017-től 2019-ig, tehát hogy minden évben jártunk az iskolákban, és ezt azért tartom fontosnak, hogy ezt az erőt kiemeljem, hogy igazából azt tartom, hogy a legnagyobb kihívásnak így a munkám során, hogy megtanítani az embereknek, hogy ezt az erőnek a megélését, akár kreativitásban, akár más módon, ez feladatunk, tehát ez az agresszió, mint ilyen erő bennünk, hogy ez esetleg hogyan fog kanalizálódni, mibe vezetem le, az egy izgalmas önismereti, vagy akár más módon egy személyiségfejlődési kihívás. De hogy valóban mindenki, nőknek, férfiaknak feladata ezt az erőt megszelíteni magunkban, és megkeresni azt a kreatív vagy lehetőséget, hogy megkapjam a csatornáját, és akkor nincsen szükségünk arra, hogy robbanjunk, nincs szükségünk arra, hogy leuraljunk embereket, mert visszaáll egy egészséges önértékelés így a belső munkánk során. Úgyhogy én ezt a kettőt szerettem volna kihangsúlyozni. Köszönöm. Erika? Talán így fontosnak tartom, hogy így keveset emlegettük a férfiakat így valahogy ebben a prevenciós törekvésben, mert hogy inkább arról beszéltünk, hogy akkor a nőket hogyan erősíteni meg, hogyan adni nekik eszközöket arra, hogy felismerjék, hogy védekezzenek, de nagyon fontosak a férfiak, és nagy felelősségünk van szülőként, és a társadalom minden szintjén, hogy egészséges férfiakat neveljünk, a kisfiúktól kezdve. Tehát ez a másik oldala, hogy akkor a férfiakról is úgy kell figyelni, mert hogy nekik is szerepük van, ha egyéni szinten vesszük, akkor egy olyan közösségben, ahol elhangzik egy olyan vicc, ami a nőket lealacsonyítja, akkor megszólalok férfiként, hogy ennek nincs helye, vagy én. Tehát, hogy ilyen szinten is, tehát, hogy mindenkinek, meg, tehát, hogy nem elég az egyéni, hiszek az egyéni lépésekben, mindenkinek úgy hiszem, hogy van feladata ennek
az erőszaknak a megelőzésében, ott, ahol éppen él, abban a környezetben, de hogy ide szükséges a társadalomnak a felzárkozása minden szinten, intézményi szinten is, és hát nem tudom azt elhallgatni, hogy ha valaki ismer egy ilyen nőt, akkor legyen türelemmel, és hogy a biztonságot nyújtsa számára, legyen türelemmel, mert hogy ezt látom, hogy ez a legnehezebb segítőként, ezt a türelmet, hogy az a nő nem akkor fog lépni, amikor én úgy gondolom, hogy lépni kell, ki kell várjam azt, hogy benne meggyűjjön ez az erő, összegyűjjön ez az erő, és az elhatározás az övéke legyen, hogy akkor kilépek, de hogy ez a türelem, a szerető, együttérző, megértő, és az a türelem, ami számára állandóan hangsúlyozza azt, hogy ezt nem érdemled meg, te értékes vagy, és hogy ezt mondanám a nőknek is, akik talán most kérdéseket tesznek fel önmagukban, hogy vajon jó kapcsolatban vagyok-e, hogy igen, értékes vagy, és Isten szeret. Hát köszönöm szépen. Nemet mondunk a bántalmazásra, én ezt a címet adtam a beszélgetésünknek, és hát egy nagyon friss statisztika meg is döbbentett engem, mert hogy az év első három hónapjában 13.156 személyt bántalmaztak Romániában, ami óriási szám, ebből 18 halálesettel végződött, 12 pedig nő volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy lehet, hogy sokan gondolják azt, hogy rengeteget beszélgettünk mostanában, a hetekben, hónapokban a bántalmazásokról, a nők elleni erőszakról, de sosem lehet eleget, hiszen nagyon sokat kell még erről tanuljunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszéltünk erről. Mi is köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, jövő pénteken újra találkozunk, a viszontlátásra.